nagyon szeretem a katicát, a méhecskét, a pillangót és a pókot. Varga Sára szereti a rovarokat, mindig megfigyeli a színüket, de tudja, hogy nem szabad piszkálni őket, mert akkor megijednek. Egyedül a csótánytól fél, mert azzal még nem találkozott. Megmutatom nektek Lucikát. Lucika egy bocsáska. Csütörtökön az egész osztály találkozhatott nem csak csótánnyal, de több igazi különleges rovarral is. Interaktív meseelőadás érkezett ugyanis a Kossuth Lajos általános iskolába, ahol az elsősök megismerhették Katicát, aki most éppen egy vadlibát nevel fel. De a történet nem csak róluk szól. A Gaia Környezetvédő Egyesület előadás sorozatának célja a gyerekek érzékenyítése a természet iránt. Azt gondolom, hogy azért fontos, mert a gyerekek nagyon sok elektronikus eszközzel vannak körülvéve, mindenféle kütyükkel, és igazából az, hogy most látnak egy élő kis rovart, egy élő lényt, amelyik mondjuk rejtőszínnel rendelkezik, egy élő lényt, amelyik mondjuk Dél-Amerikából származik, vagy látják azokat a maketteket, amelyek itt a környező vizekben található bogarakat ábrázolják. Tehát, hogy fogékonyak és nyitottak lesznek, és hát bízunk benne, hogy ez a természet szeretet, ez megmarad bennük. A programon szó esett a Márton napról, hiszen a vadludak gyülekezésének időszaka van. Összegyűjti ezeket a sázsléki leveleket, szépen eligazgatja a csőrével. Az előadás a Zöld Óvoda Ökoiskola program részeként valósulhatott meg, amit évekkel ezelőtt kezdett el az egyesület. Ennek célja, hogy a gyerekeket a természet szeretetére neveljék, és teszik ezt úgy, hogy különböző éppen aktuális témákat dolgoznak fel játékos, interaktív mese formájában.